az augusztusi és a szeptemberi nyári hőség és az alacsony vízállás hatására a Duna-Tisza közi lassú folyású csatornákat és holtágakat nagy területen ellepték a vízinövények, közöttük az apró levelű rucaöröm. Ez az alig néhány centiméteres úszónövény nagy gondot okoz a tiszai holtágakban és a kishunsági főcsatornában. Mivel kedveli a tápanyagokban gazdag, meleg állóvizeket, robbanásszerűen elszaporodik és teljesen beborítja a víz felszínét. Ez látható még szeptember végén is, lakitelek közelében a Szikrai holtágban és Soltnál a kiskunsági főcsatornában is. Bár a rucaöröm, amint a neve is jelzi, a házi kacsák egyik kedvenc tápláléka, ezek a szárnyasok ezeket a vizeket nem látogatják. Annál több viszont a bosszús horgász, akik sem horgászni, sem csónakkal közlekedni nem tudnak a vízfelszínt beborító, nagy tömegű vízinövénytől. Jelentős problémát okoz még az is, hogy a növényszőnyeg elzárja a fénytől az alsóbb vízrétegeket, ahol kedvezőtlen folyamatok indulnak meg, amely az élővilág pusztulásához vezethet. A rucaöröm problémára a horgászok, a Nemzeti Park és a lakiteleki önkormányzat is igyekszik megoldást találni. A növény viszont védett, ezért gyérítése engedélyhez kötött. Megoldást a hosszabb, fagyos időszakok hozhatnak, amely a felszínen úszó leveleket elpusztítja. A lesüllyedő gyökérzetből viszont tavasszal újraéled a növénytömeg, így hosszú távú megoldást csak a mederkotrás eredményezhet.